Néz minket, fontos önnek, hogy pontos, hiteles és kiegyensúlyozott híreket kapjon, akkor kérjük, segítsen nekünk! Ajánlja fel adója 1%-át az ATV gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért Alapítványnak. Úgy tűnik, hogy nincs megállás az esküvők árának emelkedésében. A koronavírus járvány óta sok helyen a duplájára emelkedtek a költségek. A legnagyobb tételt a vendéglátás jelenti. A szervezők azt mondják, hogy az alap, amiből egy teljes menüsort ki tudnának hozni, fejenként 30 ezer forint. A Pécsi önkormányzat adatai egyértelműen arra utalnak, hogy a párok egy része inkább megpróbálja az esküvővel járó költségeket megtakarítani. 2020-ban, illetve 2021-ben még 760-nál több házasságot kötöttek a Pécsi önkormányzatnál. 2023-ban viszont már alig 603 darab frigy kötetett meg a teremben. Tavaly 60 esküvőnk volt, most ebben az évben 50 esküvőnk van. Ezt már az egyik Pécsi étterem vezetője mondja. A kedvelt lakodalmi helyszínen is észreveszik, hogy a pároknak kevesebb a pénzük. Hát fel kell készülni a pároknak, mert az élelmiszerárak 20-25 százalékkal megrágultak, ezáltal a, a bérek, béreknek emelkednie kell. Az esküvő szervezők szerint a lakodalmak valamennyi eleme drágább lett az utóbbi években. A fogyasztás az, ami, ami nagyot változott. Szerintem a ruhák, terembérlet, zenekaroknál nincs olyan kiemelkedő ugrás, értelemszerűen mondjuk egy infláció követő növekedés mindenhol látható. Az esküvői ruhák alapanyagának ára emelkedett, így a szalonok is kénytelenek drágában adni a ruhákat. Az árak három éve ugyanazzal a munkadíjjal dolgozom, csak az anyagköltség az, ami, ami szinte a... 40 kal több lett, mint az előző években. A zenekarok kiválasztásánál is egyre érezhetőbb, hogy spórolnak a párok. Szívesebben preferálják a kisebb zenekarokat a leendő párok. Ennek több oka is van, egyrészt, sőt, nagyobb részt inkább a financiális részét mondanám, amit emelnék ki. Egy 6 tagú, tagú zenekart nehezebb kitermelni, illetve nehezebb megfizetni, mint egy kisebb létszámú zenekart. Az esküvőszervezők azt mondják, hogy az utóbbi években már annyira emelkedtek a költségek, hogy fejenként 30 ezer forint alatt már nem is érdemes lakodalomban gondolkodni.